Zajlik a virágosítás a Bonyhádi Perccel kertben. Civilek segítségével borult virágba Bonyhád több területe is a Kolónia Alapítvány szervezésében. Tavaly is már végeztünk, én tavaly óta vagyok a Kolónia Alapítvány elnöke, és tavaly is ugyanígy itt a Perccel kertben is ültettünk virágokat. Most ismét örülünk annak, hogy hozzájárultunk ahhoz, hogy ez a park még szebb és az itt élők számára kellemesebb környezet legyen. Ezen kívül a város több pontján is ültettünk virágokat, ezzel is szeretnénk elősegíteni, hogy városunk szebb és élhetőbb és otthonosabb legyen az itt lakóknak a számára. Próbáljuk bevonni ebbe a ültetésekbe a civil lakosságot. Ez hála Istennek sikerül, most is azért többen eljöttek és szívesen vettek ezen részt. A múlt héten a Székely Parkban ültettünk, akkor is többen jöttek és többen segítettek. Az egész városban most a nyári virágok után, amik múlt héten kiszedésre kerültek a virágtartókból, mindenhova árvácska lesz ültetve, és hát több ezerről beszélhetünk. Több ezer palántáról beszélhetünk. Bonikom Kft. Segítségével szereztük be a palántákat, őt bíztuk meg ezeknek a megvásárlásával, a finanszírozása pedig a CLD pályázat terhére történik, és a civil lakosságnak a bevonása az Bonyhád város honlapján, meg hát különféle ilyen közösségi médiákon keresztül tájékoztatva lett a lakosság, és ez önkéntes, tehát nem kell jelentkezni, hanem aki szeretne részt venni, az eljön és segít nekünk. Az ültetéshez szükséges eszközöket a Kolónia Alapítvány biztosította minden résztvevőnek, és a civil segítőkkel együtt találták ki, milyen szisztéma szerint ültessék be a különböző színű és fajtájú árvácskákat a földbe és a virágtartókba. Most csak ugyanolyan formátumban ültettük be, és most itt megszavaztattuk a itt lévőket, hogy legyen egy sárga, egy lila, vagy egyik sorba legyen sárga, másikba lila. Azt mondta a nagy többség, úgy legyen, hogy egyik sorba sárga, másikba lila. És most így az idén így történt. És a tartókba is igyekeztünk úgy, hogy egy kicsit változatosan, ahol egyik sorba fehér, másik sorba lila, ugyanígy sárga lila. A kisfejűeket próbáltuk egybe rakni, itt pedig nagyobb fejű árvácskák kerültek elhelyezésre. Ezzel szeretnénk a városnak a szépítését, meg a városnak a fejlődését elősegíteni. Maga az alapítvány az Bonyhád város önkormányzata hozta létre már 1991-ben, de most próbáltunk a tavalyi évben egy igazi lendületet adni, hogy ez élő és működő legyen ez az alapítvány. Az alapítvány több fórumon is próbálja segíteni a várost és a városban lakókat. Nem sokára például ösztöndíjpályázatot hirdetnek a bonyhádi lakosú középiskolások számára.